Két és fél hónapja, augusztus 1-től már élesben működik a NAV online számla rendszere, a napokban pedig a 10 milliómodik számla is beérkezett a hatósághoz. Ennek bevezetésével 10 milliárdokkal nőhet az állam bevétele, ugyanis a fekete gazdaság elleni újabb eszköz minimálisra csökkenti az áfacsalás lehetőségét és az adókerülők számát. Ezt még nyáron nyilatkozta a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöke. Az online számlázási rendszert azoknak a vállalkozóknak kell használni, akik 100 000 forintnál magasabb áfatartalmú számlákat állítanak ki. Ha valaki nem rendelkezik online programmal, manuálisan is feltöltheti a számlákat a NAV webes felületén működő rendszerébe. Ebben a helyzetben 100 000 forint esetében 5 nap áll rendelkezésükre. Ha az 500 000 forintot haladja meg a számla áfatartalma, akkor legkésőbb másnap kell feltölteni az adatokat. Az online számlarendszer segítséget nyújt abban, hogy a bevallási tervezeten túl a későbbiekben az áfa bevallási tervezetet is ki tudja ajánlani a Nemzeti Adó és Vámhivatal a vállalkozások részére, hiszen lehetőség nyílik arra, hogy egy teljes körű képet kapjunk arról, hogy a vállalkozások milyen jellegű számlákat állítanak ki. Természetesen, hogy ez tényleg valósan teljes körű kép legyen, ahhoz szükséges az is, hogy a jelenleg érvényben lévő 100 000 forintot vagy azt meghaladó számlákon túl a kisebb értékű számlák adatait is feltöltsék a vállalkozások, hiszen így a későbbiekben majd ez a bevallási tervezet tényleg mindent le tud fedni a számukra. Valamint amellett, hogy a bevallási tervezet elkészítésében segítséget nyújt majd a későbbiekben, a fiktív számlagyártókat, illetve a családvállalkozásokat is ki tudjuk szűrni. Magyarországon 2 év alatt több mint 7% ponttal csökkent az adóelkerülés, sőt 2015-re csak nem fele akkora lett, mint a régió más országaiban. Az Európai Uniós Bizottság tanulmánya szerint, amíg a hazai adórés, azaz a költségvetésből kieső áfa bevétel 13,7% volt, addig a régiós átlag 25,5%.